évente 2 tonna kobalt, 2 tonna nikkel fog szépen leülepedni 500 méteres sugar körben a nyár körül. Jönni fog rá eső, jönni fog rá talajmenti széljárás, oldani fogja. Ez be fog kerülni a talajba, és a talajon keresztül be fog kerülni a felszín alatti vizekbe. A Komárom-Esztergom megyei Ács határában vagyunk. Itt épül Magyarország egyik legnagyobb katódgyára, a kínai tulajdonú Bamó Kft. Építésében. A magas nikkeltartalmú katódport nagy autógyáraknak fogják szállítani innen. Mind a gyár működése, mind a környezetszennyezés veszélye és a szállítással járó problémák rendkívüli aggodalommal töltik el a helyieket. Ezért lakossági fórumot szerveztek, hiszen közmeghallgatásra már nem kerülhet sor az új magyarországi törvények szerint. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez az Akár te is országos turnék második állomása. Bejelentették, hogy lesz itt egy katódgyár, ugye akkumulátorgyárról volt szó, hogy nem lesz, és hát meglepődtünk, hogy bizony katódgyár meg lesz. Ugye ez az emberek szemében szinte ugyanaz. Így kezdődött. Hogyan fog üzemelni a nyár, hogy folyamatos üzem lesz, 3 műszak, és mivel a kemencéket, de ez mindenhol így van, kemencét nagyon drága fűteni, arra törekednek, hogy ez minél többet menjen. Ugye itt a EPT-ben 33 kémény van, ha azokat összeadjuk, akkor durván ilyen 1,9-12 tonna kobalt száll ki a kéményen, meg nikkel, meg olyan durván 4 tonna mangán. Szóval, hogy ami a pontforrásokon keresztül kijut az évente, mindkét anyag tekintetében, tehát nikkel és kobalt tekintetében 2 tonna vagy 2 tonnát meghaladó mennyiség. Jelen pillanatban ezek az anyagok semennyien mennyiségben nincsenek jelen a területen, a 2 anyag veszélyes, rákot okozó, illetve magzatkárosító hatással bírnak, és ezek a pontforrásokból kijutva 500 és 2000 méter hatástávolságon belül le fognak ülepedni, a leülepedést követően a felszínből bemosódással a felszín alatti vizekbe be fognak jutni, és így sokkal távolabbra is képesek szennyezni a területet, nem pusztán csak a környezeti hatástanulmányban meghatározott távolságon belül. 2 évvel ezelőtt egy kormányrendeletből tudtuk meg azt, hogy a kertjeink végében lévő földeken 400 hektárnyi zavaró besorolású ipari övezetet terveznek kialakítani. Annak folyamányaként, hogy már így is a település részünkhöz tartozó földterületeken van a mostani iparterület, az autógyár, és csökken bele az életterünk. Konkrétan még mindig nem tudunk erről a területről, hogy mit terveznek oda. Ezeknek az akkumulátoripari beruházásoknak a nagyon magas száma, ez országosan fog összeadódni, és bizony erre nem készült semmilyen környezetvédelmi stratégiai terv. Tehát itt nem egyedül állunk ezzel a problémával Ácson, Gödön és Iváncsán és a többi, hanem ez egy országos ügyé válik. Tehát nyilván mi azt a levegőt fogjuk beszívni, ha beszívjuk, ami minkkel terhelt, ami minket érint, de ez itt Komárom sincs olyan messze, Tatabánya sincs olyan messze, ahol szintén vannak akkumulátoripari beruházások. Tehát, hogy ez egy országos probléma, hogyha ez nincsen itt föltárva, hogy ezek az újfajta szennyezőanyagok, amik kikerülnek a környezetbe, ezek hosszú távon milyen hatást gyakorolnak? Igen, nagy az apátia. Tehát kétféle vélemény van. Egyik ez a nem tudunk mit csinálni, másik meg az úgy is megépül, és ez így szép lassan elterjedt. Tehát az emberek számot vetettek azzal, hogy egyfajta szélmalomharc, és inkább más dologra fordítják az idejüket. Nem küzdenek ellen, mondjuk a másik az, hogy nagyon nem is látnak ebből kiutat.